Az Atalai Aprókháza óvod előtt gyülekeztek gyerekek és pedagógusaik, kezükben kereplőkkel és egyéb zajkeltő eszközökkel. Így vonultak a falu főterére, ahol aztán hangos kántálásba kezdtek. Hajki kise haj! Nem lesz semmi baj! Hajki kise haj! Nem lesz semmi baj! Télűző rigmusokat kiabáltak, közben pedig elégették a főtéren szalmából elkészített és felállított kiszebábot. A rendezvényel egy hagyományos népi szokást elevenítettek fel. A mai napon sor került egy télűző programunkra, ami hagyományteremtő, hiszen ilyen még Atalában nem volt. Itt az óvodások és az iskolások bevonásával került erre sor. Készültek, állarcokat készítettek, illetve különféle zajkeltő eszközöket is beszereztek. A felvonulás az óvodától indult, és ide az Atalai főtérre érkeztünk meg, ahol elégettük a kiszebábot, és hát nagyon bízunk benne, hogy nagyon sikerült ez a télűző program, és nagyon várjuk már a tavaszt. Az itt jelenlévőket pedig vártuk egy kis forradborral, teával, farsangi fánkkal, hiszen a farsangi időszakban járunk, és hát mindenkinek azt gondolom, hogy nagyon jó kis kikapcsolódás lesz a mai délután. Helyi pedagógusok bevonásával, az óvónénikkel, dadusnénikkel és a helyi iskolának a tanítóival a gyerekek betarultak egy-két télűző rigmust, és hát azokkal próbálták meg a téltelet elűzni. Kereplőztünk, énekeltünk verseket, még rengeteget énekeltünk, nagyon hangosak voltunk meg. Amint ideértünk, én azonnal lecsaptam a teára, mert nagyon finom. A programra a falubeliek is szép számmal ellátogattak. Mindenki szeretne ugyanis búcsút mondani már a hideg évszaknak, és élvezni a tavaszi napsütést. Mivel megrendezésre került, és falusiak, idevalósiak vagyunk a faluba, a fiam már ide jár iskolába, a kislány lassan megy az óvodába, és az összes ilyen programban részt veszünk, nyilván a télűzésbe is. Tudja a kisfiam már, hogy mit jelent, hogy hangoskodni kell, ugye ez a lényeg neki, hogy hangoskodjunk, de tisztában van vele, hogy ezt miért csináljuk. Nagyon élvezték, úgyhogy eljöttünk meg, nagyon jó időnk van, hál' Istennek, úgyhogy kijöttünk egy kicsit. A hagyomány szerint, ahogy elég a kiszebáb, úgy búcsúzik el a tél, és átadja helyét a tavasznak.